Az amerikai nagykövettel és egy demokrata párti politikussal találkozott Dobrev Klára az Egyesült Államok budapesti nagykövetségén. Hivatalosan azt közölték, hogy a politika sokszínűségéről tárgyaltak. Az Origo szerint azonban ezen a találkozón igazíthatták el Gyurcsány Ferenc feleségét, hogy milyen politikát várnak el tőlük a finanszírozók. Barna. Köszönöm szépen, Koskovics Zoltán a vendégem, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a tisztelt nézőket is! Két témát is érintenék. Az első, hogy pont nem fontossági sorrend, úgy időrendben. Ugye Dobrev Klára találkozott Pressman amerikai nagykövetségén, sőt itt volt egy bizonyos Jason Crow, aki demokrata párti képviselő Coloradóból, és ahogy olvasom, ő Ukrajnának egyre több fegyvert szeretne, stb. De ezt mindjárt második kérdésként csak nem tudok elmenni amellett, hogy Tucker Carlson ugye ismert amerikai újságíró azt mondta az amerikai nagykövető David Pressmanról, hogy nem is nagykövet, hanem politikai aktivista, idézem, Pressman nem diplomata, hanem politikai aktivista, aki belelöki Magyarországot adott helyzetekbe, újra mutogat, mert a magyarok nem úgy viselkednek, ahogy ő ezt elvárná. Parancsol. Szóval azért sem tudok Tucker Carlsonnal ebbe a kérdésbe vitatkozni, mert az önök műsorában én is elmondtam már többször, hogy David Pressmanre nem úgy kell tekinteni, mint egy diplomatára, hanem úgy, mint egy ideológia képviselőjére. Nem az Egyesült Államok színeiben van Magyarországon, hanem a posztmodern liberalizmus élharcosaként van itt jelen. Ha diplomata lenne, akkor pedig borzasztóan sikertelen lenne, azt kell, hogy mondjam, és talán még diplomatikusan is fogalmaztam. Hasonlítsuk össze egy pillanatra az, hogy mit tesz Tucker Carlson a magyar-amerikai viszonyért, és mit tesz ezért David Pressman. Én azt hiszem, hogy egy félórás interjú alatt Tucker Carlson sokkal jobban előmozdította a magyar-amerikai kapcsolatrendszert, a magyar-amerikai barátságot és a két nemzet közötti egymás véleményének megértését, mint David Pressman egész budapesti pályafutása alatt. Együtt az összes olyan amerikai politikussal, demokrata párti támogatóval, akiket ide invitált hazánkban. Jason Crowról még talán azt érdemes elmondani, a tisztelt nézők talán ne jegyezzék meg a nevét, de annyit érdemes tudni róla, hogy egyetlen egy fontos politikai szerepe volt pályafutása során, ez pedig az, hogy a Donald Trump elleni impeachment egyik legaktívabb szereplője volt a demokraták oldaláról. Tehát valóban az a helyzet, hogy miközben az amerikai külügyminisztérium most már több mint másfél éve arra sem képes, hogy megértse a magyar álláspontot az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Bocsássa meg, meg akarja egyáltalán érteni? Nem tudja. Nem tudja megérteni. De ez eközben Tucker Carlson fél óra leforgása alatt több mint 100 millió nézőhöz juttatja el ezt a magyar álláspontot az ukrajnai háborúról, akik meggyőződhetnek arról, hogy ki kell, hogy mondjuk, hogy a jelenleg hivatalban lévő nyugati vezetők közül egyes-egyedül Orbán Viktor képviseli a stratégiai előrelátást, illetve egyes-egyedül ő képes arra, hogy a valóságnak megfelelően értékelje a kialakult helyzetet. Hát hihetetlen nagy eltérés van a két szereplő, Tucker Carlson és David Pressman teljesítménye között, és azt hiszem azt is ki kell mondanunk, hogy jelenleg nem az amerikai diplomácia fénykorát éljük. És akkor végül, de nem utolsó sorban a DK árnyék miniszterelnöke, Dobrev Klára, ugye európai parlamenti képviselő is tiszteletét tette ezen a találkozón, onnan a Pressman nagyköveten kívül a Jason Crow, demokrata párti képviselő, akiről azt olvasom, hogy erősen háború párti is részt vett. Ennek milyen üzenete van ön szerint? Azt tudom elképzelni, hogy a beszélgetés úgy kezdődött, hogy közösen bosszankodtak egyet azon, hogy Elon Musk miért engedi, hogy Orbán Viktor 100 millió emberhez szóljon a Twitteren, most már X-nek hívják ezen keresztül. Én úgy gondolom, hogy ez a találkozó egyfajta reakció volt egyébként erre az interjúra, egy borzasztóan elhibázott reakció, amelyből nem fog tudni jól kijönni sem Dobrev Klára, sem pedig David Pressman. Az amerikai nagykövet sajnos sorozatban követi el egy nagyobbnál nagyobb hibákat, és ilyen szempontból egyáltalán nem tudjuk őt megdicsérni. Az pedig, hogy kapott-e iránymutatást Dobrev Klára az amerikai baloldaltól, amit ugye képvisel Magyarországon David Pressman,
Én azt hiszem, hogy ha kellett neki utasítást, azt már rég megkapta. A 21. században vannak olyan technológiai eszközök, hogy személyes találkozóra egyébként ne legyen szükség. Főleg, hogyha rangban, befolyásban ekkora különbség van két szereplő között, mint David Pressman, illetve Dobrev Klára között. De ez a két nap, 48 óra leforgása alatt a magyar emberek, a politikai hírek iránt érdeklődők megtapasztalhatták, hogy milyen óriási különbség van a két Amerika között. A között az Amerika között, amit Tucker Carlson képvisel, és a között az Amerika között, melynek David Pressman a magyarországi nagykövete. Olvastam, hogy Tucker Carlson az budapesti amerikai nagykövet nyilatkozatai miatt, mint amerikai, elnézést kért a magyaroktól. Ez mi? Nem könnyű neki egyébként, talán ebben a beszédében is elmondta, de számtalan más felszólalásában rendszeresen szokta említeni, hogy amerikaiként csak nagyon ritkán hajlandó bocsánatot kérni bármiért, amit az Egyesült Államok tett, de ő nyilván úgy érezte, hogy visszautalnék arra, hogy David Pressman valóban egyik baklövést követte el a másik után, és valóban nem vett jó fényt az amerikai diplomácia állapotára. Úgy általában, védelmében azonban hagyd mondjam el, hogy egyáltalán nem kirívó a kollégáik között. Következő témánk, az európai külügyminiszterek találkoznak ma csúcsértekezeten, és hatalmas téma, a Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter említette, hogy ő nem hagyja magát, Magyarország nem fogja hagyni magát, hogy nyomás alá helyezzék, még ennél is jobban, nem fog engedni a fegyverszállításokból, a béke kell. Pillanatnyilag nagyon egyedül vagyunk ezzel az állásponttal. Igen, ezt el kell ismerni, és ez egy komoly kihívás, amivel szembe kell néznünk. De ugyanakkor azt is látni kell, hogy egész egyszerűen senki nem tud változtatni azon a valóságon, hogy minél több fegyvert és minél több pénzt ölünk egy háborúba, az annál tovább tart. Senki nem tud változtatni azon a valóságon, hogy ez Európa második világháború óta tartó történelmének messze legvéresebb háborúja, messze legveszélyesebb háborúja is, ami tényleg iszonyatos eszkalációval fenyegethet, ezen a tényen sem lehet változtatni. Innentől fogva pedig egyenesen következik, hogy az a külpolitika helyes, amit a magyar kormány Szijjártó Péter megjelenít. És akármennyire is egyedül maradtunk az Európai Unión belül, azon belül ezzel az álláspontunkkal, ettől egész egyszerűen nem szabad eltérni a valóságtól, nem szabad eltérni csak azért, mert mások esetleg rosszul értékelik azt. És azt hagyd szögezzem le, hogy ha a világot nézzük, a világországainak a többségét, akkor bizony a magyar álláspont nem kisebbségben van, hanem a nagy többség egyik képviselője. Én is az Unión belül értettem, hál' Istennek azon kívül, akik még békére szavaznának. Egyre többen olvasom, többet olvasom azt, hogy Németországban, Skandináv országokban is, Benelux-ában is, egyre jobban felerősödnek azok a hangok, hogy elég volt most már, mert hát most már olyan hosszú ideje húzódik, egy perc is hosszú egy háborúból, nem vagy másfél év. Igen, ez egy hogy ez valahogy nem mehet hát a politikusok gondolkodás módjába. Igen, tisztelet a kivételeknek. Az az igazság, hogy valóban tény az, hogy a békepárti hangulat az növekszik Európa több országában is, mert sajnos nem mindegyikben. Ez adhat némi okot az optimizmusra, én azonban azt kell, hogy mondjam, hogy én ennek a békepárti hangulatnak a gyorsabb erősödésére számítottam, úgyhogy ilyen szempontból én inkább pesszimista vagyok ezzel kapcsolatban. A helyzet az, hogy a mainstream európai sajtóból ki kell, hogy mondjuk háborús pszichózis dől az emberekre. De miért vajon? Azért, mert született egy döntés azon a szinten, ahol ezt a döntést meghozzák, ott, ahonnan David Pressman érkezett Magyarországra, hogy ezt a háborút addig kell folytatni, ameddig ez az érdekeiknek megfelel. És ennek a döntésnek sem az európai fősodratú sajtó, sem az európai vezető politikusok látszik, nem képesek ellenszegülni, pedig én úgy gondolom, hogy akár Olaf Scholz kancellár, akár Emmanuel Macron francia elnök is tisztában van azzal, hogy ami történik, az Németország érdekeivel szemben, Franciaország érdekeivel szemben, közös európai érdekkel szemben történik, de nem tehetnek ez ellen semmit. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.